műfog sor a repikeretből. Gyanú számlák, terített közpénz, elsimíthatatlan útbotrány. Célpontban a független aszfaltbetyár, tavagy a szociktól túl a háttér. Üdvözlöm, jó napot kívánok, Kovács Andrea vagyok. Tegnapi nap folyamán csináltam édesapjával egy interjút a parlamentben, ez a segesdi betonút felújítással kapcsolatban. Egy nagyon rövid interjúra esetleg tudnánk-e találkozni, ugyanebben a témában, amit én már említettem. Igen. Melyik újságtól jöttek? Hír televíziótól, ez a Célpont című műsorban készülne ez az anyag. Bemehetünk, megkereshetjük önt, vagy ön kijön, hogy oldjuk meg ezt a dolgot technikailag. Stábunk bebocsátásra vár a Dél-Dunántúli térség egyetlen 5 csillagos vadászat szervezése szakosodott vendégfogadójába, a svájci kézben lévő Hertelendi kastélyszállóba. A kastély titkára és arra, mit szeretnénk az igazgatótól, nem sokára önök is rájönnek majd. Amíg azonban a visszahívására várunk, nézzünk szét a Hertelendi háznak is otthont adó Somogyországban. Valahogy így indult a kampány 2006-ban itt a Balatontól délre, ahol az országban egyedülálló módon a jobb és baloldal mellett több mint egy évtizede a harmadik tömb embere, Somogy egyszemélyes intézménye is neki gyűrkőzik és ringbe száll. Egy hatalmas tartsot kérünk a Dönösei úrnak, és kérünk mindenkit, hogy menjen el szavazni, és jól tegyék a vissza. Ezeken a tavasszal készült felvételeken Gyenesei Istvánt a Somogyért Szövetség független országgyűlési képviselőjelöltjét láthatják. Ugyanazt a Gyeneseit, aki fél év elteltével még mindig független honatjaként a parlamentben bizalmat szavazott Gyurcsány Ferencnek. Az összödi beszédről csak annyit, hogy egy kis jóindulattal akár nyílt színi gyónásnak is tekinthető. Nem tudni, Gyenesei Gyurcsány támogató voksával az őt parlamentbe juttató MSZP-s riválisa visszalépését szerette volna utólag meghálálni a nagyobbik kormánypártnak, vagy egykori MSZMP KB tagként felélett benne a pártfegyelem. De ha így is volt, az őt támogató somogyiak többsége azt már végképp nem tudta mivel magyarázni, amikor független országgyűlési képviselőjük a konvergencia programot, a vízidíjat, a tandíjat és a kórházi napi díjat is sorra megszavazta. Népszabadáspárti vagyok. Én annak vagyok a híve, hogy kérdezzük meg az embereket. Az emberek nem ostobák, az emberek bölcsek. A nagyatádi körzetben országgyűlési mandátumot szerző képviselőt a parlamentben kerestük fel. Igen, jól hallották, Gyenesei most éppen a Fidesz népszavazási kezdeményezését támogatná. Láthatják, nagy a hajtás az őszi zárószavazás előtt Somogy érfesünk új munkahelyén a parlamentben. De vajon mi a helyzet korábbi posztján Kaposváron a megyei elnöki hivatalban? Egy milliárdos hiányt örököltünk, ami ha nominálisan nem is az ország legnagyobb örökölt költségvetési hiánya, de a százalékos arányban a költségvetés sarokszámához képest, azt hiszem, hogy nyugodtan állíthatom, hogy aranyérmesek vagyunk. A közel 2 évtizedes Gyenesei korszak az önkormányzati választások után Gelencsér Attila beiktatásával ért véget a megyeházán. Az egykori elnök regnálásának utolsó 3 évét utódja átvilágítatta. Az eredmény az lesújtó. Számos olyan gyanús ügyre is fényderült, melyek további vizsgálatot igényelnek. A Célpont birtokába került hivatalos vizsgálati jelentés szerint Gyenesei vezetése alatt 2003-tól 2006-ig csaknem 2,5 milliárdnyi közpénzt tapsolt el. Festmények, szobrok, horribilis összegű vacsoraszámlák árulkodnak arról, ki volt itt a megye első embere. A kínai repjegyek a Somogyi Hírlap főszerkesztőjéhez vezettek, a repi költségen elszámolt fogsornak azonban ez idáig nem akadt gazdája. Valaki érkezett a megyeházára, és a lengő csapóajtó kiverte a fogát, rácsapódott.
És mi kötelességünknek éreztük azt, hogy abban valamilyen formában részt vegyünk. De hogy ki volt az illető, mikor volt ez, és milyen körülmények között, ezt ne kérdezett tőlem, mert fogalmam nincs róla. Persze a sornak ezzel még nincs vége. A Balaton déli partja szállodái ma is aranykolyástól jó tyúkként termelnék a bevételt. Persze csak ha az előző vezetés nem kútyavetyélte volna el az 1,6 milliárdos síhotúr vagyont. Maximum apró cseprügyek lehetnek, ami mindenhol előfordulhat. Hát, ha ön vezeti az autóját, akkor hányszor követel kisebb-nagyobb szabálysértést? Most, ha már a kisebb-nagyobb szabálysértéseknél tartunk, abból is van bőven. Az egyikben például egy kisebb gazdasági bűncselekmény gyanúja is felmerült. Gyeneseit ellenfelei már az 1990-es években azzal vádolták, a megyei tanács apparátusát használja a választók bizalmának elnyerésére. Hívei viszont épp azért becsülik, mert párt háttér nélkül is képes volt magát felépíteni. Felesége ugyancsak képviselő a Kaposvári önkormányzatban, igaz, ő nem független, hanem MSZP támogatott civil. Történetünk szempontjából lényegesebb, hogy István nevű fiúk szintén a szűk gyenesei birodalom, a nagyapádi választókerület hírét öregíti. Ő az igazgatója a csúcskategóriás Hertelendi kastélyszállónak. Az ön fia ennek a kastélynek az igazgatója, ezért odáig biztos volt, hogy el fog készülni az útvonalon, hogy mindegy, mert hogy gyakorlatilag nincs a továbbiakban vagy a távolban olyan családtag, aki érdekelt lenne abban, hogy oda jó közlekedés legyen. Én úgy gondolom, hogy ehhez nagyon nagy rossz indulatra van szükség. A megyei önkormányzat boldogan felújította volna a teljes utat, ha lett volna rá pénzünk. Az ifjabbi gyenesei levélben kérte apját, mint a megyei közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezze a somogyi önkormányzatnál a kastélyig tartó útszakasz felújítását. Mi beadtuk a pályázatot közel 140 millió forintra, és nyertünk 70 milliót. Tehát jó esetben a felét nyertük annak, amit igényeltünk. Az útnak a felét így sikerült is felújítani. Pityu kívánság listáját nem volt nehéz teljesíteni, hiszen apja a regionális fejlesztési tanács alelnökeként saját megyéjének is szavazhatott meg pénzeket. Az út felújításra 5 cég pályázott. A közbeszerzésre viszont kiderült, hogy ennél olcsóbban is meg lehet építeni az utat. Tehát itt maradt egy 14-15 millió forintos rés. Utána került arra sor, hogy módosították a szerződést, pontosan akkora összeggel, hogy lehetővé váljon ennek a fennmaradt összegnek a lehívása. Az eljárás pofon egyszerű volt. Alig készült el az aszfaltcsík, egy független szakértő már is megállapította, néhány száz méteren feliszaposodott az út. Az éppen 14 millióból kihozható javítási munkákra Gyenesei még az önkormányzati választások előtt adott megbízást a korábbi kivitelezőnek. A pótmunkák azonban csak papíron készültek el. Nem végezték el azokat a javítási munkákat, amikkel megbízták őket. És mi a gond? Most ahogyan ön nem útépítő szakember, én sem vagyok az. November elején megkeresett bennünket a Vámis pénzügyi őrség nyomozóhivatala, hogy ezzel az úttal kapcsolatos iratokat nyújtsuk be, mert eljárás folytatnak jogosultan gazdasági előny megszerzése bűncselekmény alapos gyanúja miatt. Az én feladatom, hogy a megyei önkormányzat szakembereit megbízzam ennek az előkészítésével, hogy mit és mikor építettek rajta, azt gondolom, hogy nem az én feladatom volt. De nyilván ön is elismeri, hogy mondjuk annyiban feladata ellenőrizni azt, hogy ez a pénz, amit pályázati úton elnyert, ez a megyei önkormányzat, az hogyan kerül felhasználásra. És úgy gondolja, hogy ezt nekem kellett volna elmenni és ott ellenőrizni? Nem, nyilván az ön által megbízott szakértőket. Én megbíztam szakértőket, és a szakértők nekem hitelt érdemlően azt mondták, hogy ezt a munkát elvégezték, és soha nem volt okom nekem kételkedni abba, hogy az én munkatársaim mást mondtak volna, mint ami a valóság. A 14 milliós javítási munkák elvégzését két egymástól független szakértőnek is igazolnia kellett. Várkonyi Csabányi, ugye ő volt a megrendelő részéről. Ha megnézik, ez az írás, ez teljesen az elég mindenki, gratulógus. A műszaki ellenőr, ez az ő férje, Várkonyi Csaba. A fér és feleség, meg tehát nem lehetne azért nem, mert nem tudnak egymástól objektív véleményt formázni. A házaspár összeférhetetlenségének ténye úgy látszik elkerülte a szakértőiben vakon bízó Gyenesei figyelmét. Mi lettünk gazdagabbak, a megye lett gazdagabb ezáltal. Hallották, az idősebbik Gyenesei tehát cáfolja, hogy a karbantartás pusztán fia, illetve a Hertelendi kastély érdekeit szolgálná. Hiszen állítása szerint az út a közeli kutasnagyközség, illetve a környező mezőgazdasági területek megközelítését is szolgálja. A valóságban azonban, amint ezt önök is látják, a felújított útszakasz idáig, a kastély kerítéséig tart csupán. Innentől kutasig göröngyös dűlőút vezet.
Itt a kastély árnyékában a felújított 3 kilométeres útszakasszal együtt lassan történetünk is véget ér. Az ifjabb Genesei ugyan ígéretéhez híven visszahívott minket, ám sajnálattal közölte, sem ő, sem a kastély tulajdonosa nem kíván nyilatkozni az ügyben. Így aztán Kutas felé döcögve hagytuk el a kastélyszállót. Ez volt a célpont. Ha tudják, hogy miért nem lesznek meg soha Csintalan Sándor támadói, kérjük írják meg nekünk a cél.kukac.hirtv.net e-mail címre. Korábbi adásainkat pedig megnézhetik a Hír TV weboldalán. Köszönöm figyelmüket. Viszlát.